Politikai filantrópiának, vagyis emberbaráti cselekedetnek tekinti Soros György, hogy több százezer fonttal támogatta a Brexit ellenes erő kampányát, erről egy brit lapnak nyilatkozott a spekuláns. Sokan viszont politikai beavatkozással vádolják emiatt. Az elszakadásért folytatott küzdelem vezéralakja, Nigel Farage, a nyugati demokráciákat fenyegető legnagyobb veszélynek nevezte Soros Györgyöt, akit senki sem választott meg, mégis beleszól egy szuverén állam belügyeibe, szembe menve a 2016-os népszavazáson kinyilvánított népakarattal is. Soros György tisztában van azzal, hogy politikai terepre tévedt, amikor állást foglalt a Brexit ügyében. Erről maga a milliárdos spekuláns beszélt egy brit napilapnak nyilatkozva. Soros György a Guardiannak azt mondta, szerepvállalását egyfajta politikai filantrópiának, emberbaráti cselekedetnek tekinti. A Brexit folyamata mindkét félnek fájdalmas, de ennél is fontosabb, hogy a brit kilépéssel nehezebbé válik az európai értékek védelme, jelentette ki Soros György. Megfogalmazása szerint pénzügyi hozzájárulásai nem pártcélokat, hanem a britek tájékoztatását szolgálták. Sokan azonban egészen máshogy látják Soros György fellépését. A milliárdos az elmúlt években több százezer fonttal támogatta a Brexit ellenes erők kampányát. A kormányzó konzervatívok frakcióvezetője a maradáspárti fanyagok vezetőjének nevezte a spekulánst. A brit elszakadásért folytatott küzdelem vezéralakja, Nigel Farage pedig a nyugati demokráciákat fenyegető legnagyobb veszélynek nevezte Soros Györgyöt, akit senki sem választott meg, mégis beleszól egy szuverén állam belügyeibe, szembe menve a 2016-os népszavazáson kinyilvánított népakarattal is. A milliárdost elemzők szerint azért is érinti különösen rosszul a Brexit, mert az egyik legnagyobb európai gazdaság feletti befolyását veszíti el. A jelenlegi Európai Bizottsággal rendkívül jó kapcsolatokat ápoló Soros György eddig számíthatott a brüsszeli bürokrácia támogatására. A januári Davoszi Világgazdasági Fórumon találkozott a bizottság pénzügyekért felelős tagjával, és Tony Blair korábbi brit munkáspárti miniszterelnökkel is. A hat szem közti megbeszélésükről azonban Brüsszel még újságírói kérdésre is csak olyan írásbeli tájékoztatást adott, amelynek nagy része nem olvasható, mert titkosították, számolt be az EU Observer. Kritikusai szerint Soros György Brexit ellenes kampánya azért is meglehetősen álszent, mert nála többet nem sokan tettek az Egyesült Királyság európai integrációjának megakadályozásáért. Soros György 1992-ben az angol font elleni támadásával a II. Világháború utáni legsúlyosabb brit gazdasági válságot okozta, amelybe előbb a pénzügyminiszter, majd John Major egész konzervatív kormánya belebukott. Soros György spekulációja miatt a meggyengült brit nemzeti valutát kivonták az európai árfolyam mechanizmusból, és ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a Szigetország sohasem vezeti be az eurót.